23. János lett a pápa, és egy szép napon a tudósítói egyesületbe elindult a pingpong bajnokság. Ennek olyan kifejezetten közvetlen kapcsolata zsinattal nincsen, de a lényeg az, hogy én nyertem meg a pingpong bajnokságot, a második a United Pressnek a tudósítója, és a harmadik a Belgrádi Politika tudósítója lett. Ebből következőleg, bár halvány fogalma se lehetett senkinek, hogy ki milyen újságíró az Újságíró Egyesületben, de az én pingpong győzelmem miatt főleg az angol szászok beválasztottak az Egyesület elnökségébe. És jött egy magánpápai audiencia. Hát bejártunk a Vatikán sajtóirodába, stb. De hát a tudomásom szerint a pápa csak egyszer jött le a sajtóirodába, én akkor nem voltam ott, de azt mesélik, hogy egy idős svájci újságíró, mivel nem volt szék, térdelt és úgy gépelt, és a földön térdelt, és bejött a 23. János, megsimogatta a fejét a svájci kollégának, és azt mondta, hát nagyon jámbor cselekedett, fiam, de elég fárasztó lehet. Ez ilyen volt ez a pápa, szóval ilyen volt, tehát nem ez volt talán a legfontosabb tevékenysége, de azért a zsinatot, vagyis azt, hogy evangéliumi értelemben megpróbálni egy kicsit legalább megreformálni az egyházat. Tehát nem az aranydíszes főpapság legyen az, aki jellemzi a kereszténységet, ez azért elég nagy hatással volt rám. Nem, még nem, akkor évekig még nem belsőleg, tehát nem, lehet, hogy nem is tudtam tudatosan, hogy én ateista vagyok, vagy nem vagyok ateista, de ez a szellemiség.